Jézus újra megjelent a tanítványoknak ezúttal Tibériás tavánál. Így jelent meg nekik. Együtt volt Simon Péter, Tamás, Natánael, Zebedeus fia és még két másik tanítvány. Mindig elgondolkodtad, hogy miért nem nevezik meg őket. Talán szégyelték, hogy ott voltak. Akárhogy is ez a két tanítvány. Hmm, Valamiért nem számított. Simon Péter így szólt. Ez a feltámadás után történik, azután, hogy Jézus megjelent többször is. Azt mondja, megyek halászni. El tudod képzelni, hogy valaki, ezért gondolom, hogy Péter olasz zsidó volt. <gül> <gül> <laughs> Tényleg, hát feltámadáskor az evésre gondol. Azt mondták, veled tartunk. Bárkába szálltak, de akkor éjszaka nem fogtak semmit. Amikor megvirrat, Jézus ott állt a parton, de a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus az. Megszólította őket. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Ó, oh. micsoda kérdés! Hat férfinak, akik kimentek halászni, és nem fogtak semmit. Főleg, ha tudod is, hogy nem fogtak semmit. Ez az egyik oka annak, hogy Jézus Pétert és a többi apostolt választotta. Nincs, felelték. Jó olaszként én soha nem mondtam volna nemet. Valami olyasmit mondtam volna, hogy nem halászni mentünk, hanem meditálni. Péter nagyon őszinte volt, nagyon őszinte, mind azok voltak. Azt mondták, hogy nem, semmi kifogás, semmi szégyenérzet, nem féltek, elbuktak, nem féltek bevallani, hogy elbuktak. Manapság nem tanítják, hogy bevalljuk, hogyha elbukunk. Nem sikerült. Olyan mesterséges világban élünk, ahol mindenkinek sikeresnek kell lennie. Sokszor nem sikerül, és megjátszuk, de nem sikerül, egyszerűen nem sikerül. Az egyik gyönyörű tulajdonság, amit az Úr keres és keresett ezekben az emberekben. Ők valóban elbuktak, nem sikerült, és nem féltek bevallani. Ezért azt mondta: Vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálócs, ott majd találtok. Most pedig meg kell jegyeznünk, hogy nem tudták, hogy Jézus az. Annyit tudtak, hogy egy ember de hogy érezted volna magad? Ezek tapasztalt halászok voltak. Ők nem olyanok, mint te, akik kidobnak egy kis valamit, és reménykednek, várnak, ülnek, és várnak. Ők hivatásos halászok, akik halfogásból élnek. Tudják, mikor kell kimenni, tudják, hova kell menni, és tudják, mikor nem lehet halat fogni. Különben nem is mentek volna ki. Most ott az az idegen a parton, aki azt mondja, vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót. A bárka rossz oldalán. Rossz helyen és rossz időben. Ott már sekély. Hajnalodik. Kell a nap. Te és én azt mondtuk volna, Nézze, akárki is maga, köszönöm szépen. Tudom, hogy hogyan kell halászni. Most nem lehet halat fogni. Menjen innen! Azt hiszem, a legtöbben, ha őszinték vagyunk magunkhoz, valami ilyesmit mondtunk volna. Itt ismét olyan tulajdonságot találunk ezekben az apostolokban, amit ma már elvesztettünk. kivetették a hálót, és alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. János azt mondta, János néha az orruk alá és Észrevetted már az evangéliumában, hogy azt mondja, erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez. Fogadni mernék, hogy az apostolok néha agyon akarták csapni. Mert mindig úgy beszélt, mintha Jézus őket nem szerette volna. Itt van az a fickó, akit szeret. Egy kicsit olyan, mint József a színes köntösében, az Ószövetségben. Mindegy is, azt mondja az Úr az. Sokan közülünk sikeresek abban, amit csinálnak. Isten miatt. És miattatok tartunk itt. Hányszor mondjuk a hétköznapokban, hogy az Úr az. Amikor valami, amit teszel, jól sikerül, mondod-e, hogy köszönöm, Jézus? Nagyon kell vigyáznunk, hogy ne legyünk olyanok, mint a földműves aki olyan földet választotta, ami nagyon köves volt, és sokáig tartott, mire kiszedte a köveket. De végül jó termése volt. Attól tartok, sokan vagyunk olyanok, mint ez a gazda. Amikor jött a szomszédja, és azt mondta, Isten nagyon megáldott téged, fantasztikus lett a termésed. Erre ő, ja, látnod kellett volna korábban. A fickó egyedül csinálta. Nos, azt hiszem bizonyos értelemben mind ilyenek vagyunk. Kérünk Istentől dolgokat, de magunknak tulajdonítjuk, amikor megkapjuk. Vagy talán művész vagy, festettél egy gyönyörű képet, és valaki jön. Ó, ez nagyszerű! Mondhatnánk, az úr volt ez Isten adta tehetség, Isten adta erő, Isten adta tudás. Hálásnak kell lennünk. Itt vannak az apostolok, akik azt mondják, az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az úr az magára öltötte köntösét, mert neki volt vetközve, és beugrott a vízbe. Nem tudom, mi értelme volt, hiszen a köpeny valószínűleg lejött róla, lebegett a víz tetején. A többi tanítvány követte a bárkával. Itt egy újabb lecke neked és nekem. Emlékezz! Péter háromszor tagadta meg az urat. Attól tartok, néhányan itt nem olyanok lennénk, mint Péter. Félünk Istentől. Ezért van az, hogy néhányan közületek sok-sok éve, akik ma este hallgattok, nem mentek gyönni. Vagy mentek, de rosszul gyontok. Van egy dolog, amit nem mondtok el. Mi történik? Nem bízunk Isten irgalmában. Nem bízunk az irgalom óceánjában. Félünk Istentől. A legtöbben egyszerűen elbújtunk volna a csónakban, ha János azt mondja, az úr az, és te tudod, hogy háromszor mondtad, nem ismerem azt az embert, és meg is esküdtél rá. A legtöbb ember csak lefeküdne a csónakban, és azt mondaná, Takarjatok be! Nem akarom látni. Á, én nem tenném pedig ezt teszed. Amikor nem vagy hajlandó gyónni, mert szégyelled vagy félsz, pontosan ezt teszed. Elrejtőzöl Isten elől, Péter nem ezt tette. Most már tudjuk, hogy Jézus miért Pétert választotta. Őszinte volt, nem félt a kudarctól, tehát alázatos. Emellett nagyon szerette Jézust. Elbukott, hibázott, és súlyos bűnt követett el. De nem várta meg, amíg a hajó a partra ér. Futott, és, és úszott Jézushoz. Néha hibát keresünk az apostolokban. Mind elfutottak, amikor uruknak a legnagyobb szüksége volt rájuk. Nem voltak túl okosak, a legegyszerűbb példabeszédeket sem értették meg. Felteheted a kérdést, miért ezeket az embereket választotta Jézus? Nos, ez jó alkalom, hogy eláruljuk, miért. Miért? Nos, amikor partot értek, vajon mit láttak? Ó, ez elképesztő. Izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. El tudod képzelni, hogy Isten reggelit csinál olyan embereknek, akik elhagyták? Én hozzájuk vágtam volna a halat. De Isten nagyon más, mint amilyennek te és én elképzeljük. Mi olyannak gondoljuk, mint mi magunk, pedig ő annyira természet feletti, annyira fölöttünk áll. Sokszor eszembe jut, hogy elsőként azt kérdezem, amikor majd a mennybe jutok. Uram, honnan szerezted a parazsat és a halat?